Új innovatív képzési program indult el a Neumann János Egyetemen. Több száz ovis versengett az idei 26. ovi kupán. 44.600 instantésztát ajánlott fel a kecskeméti székhelyű Nissin Foods Kft. A nehéz helyzetben élők részére. Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Új innovatív képzési program indult el a Neumann János Egyetemen. Az NIS Startnak köszönhetően tavaly szeptemberben egy új szakirány specifikus oktatási formát sikerült elindítani, a műanyag specializáción. Az oktatási intézmény ma három partnerrel kötött megállapodást, mely lehetővé teszi a hallgatók, egyetem és a cégek közötti még szorosabb kapcsolat kialakítását. Tavaly szeptemberben indult útjára a Neumann János Egyetem műanyag specializációján egy új szakirány specifikus oktatási forma. Az NIS Start program lehetővé teszi a hallgatók, egyetem és a cégek közötti még szorosabb kapcsolat kialakítását. Ma délelőtt három műanyagipari feldolgozó és fröccsentő céggel, a Delta Plus ZRT-vel, a Ferroplast Kft-vel és a Popgrowplast Kft-vel írt alá együttműködési megállapodást az egyetem. Dr. Fülöp Tamás az egyetem rektora elmondta, hogy a Neumann János Egyetem által kibocsátott diplomának a valódi értékét azt jelenti, hogy olyan képzést tudnak biztosítani, amely során a hallgatókat gyakorlatorientált felkészültséggel tudja kibocsátani a munkaerőpiac számára. Ennek pedig óriási jelentősége van a versenyképesség szempontjából. Ez az NIS Start program azt gondolom, hogy egy nagyon fontos példája ennek, hogyan tudunk még közelebb lépni a vállalatokhoz, hogyan tudjuk még közvetlenebb módon a vállalatok igényeit felmérni, milyen módon tudunk a munkaerőpiacon olyan versenyképes diplomát kibocsájtani, ami az elméleti képzés mellett már azt a gyakorlati felkészültséget is biztosítja a hallgatók számára, amely majd az ő munkábaállásuk során egy óriási lehetőséget jelent a számukra. Az NIS Start képzést úgy alakították ki, hogy a hallgatók képesek legyenek azokat a technológiákat megismerni, amelyek mérnökként majd rájuk várnak. Az ötödik fél év az NIS Start programnak az indítása is egyben. Az ötödik fél évben végigjárják a hallgatóink a partnercégeket, megismerkednek azokkal a technológiákkal, amelyek az egyes vállalatoknál jelen vannak, használatban vannak, és miután döntést hoztak arról, ezt a palettát látva, hogy melyik számukra a legszimpatikusabb, akkor a hatodik-hetedik fél évben már a kiválasztott vállalatnál a számukra legizgalmasabb technológia tanulmányozásával fogják az idejüket eltölteni. Az egyetemen zajló országosan is egyedülálló oktatási módszertani fejlesztésnek köszönhetően egyre népszerűbbek az intézmény képzései. Ehhez a sikerhez hozzájárulnak a vállalatok, ők tudják leginkább azt, hogy a munkaerőpiacnak mire van szüksége, milyen képesítésre, felkészítésre van igény. Ez egy közvetlen jelzés az egyetem felé, így értékes diplomát tudnak kibocsátani. Az NIS Start program lényege, hogy egy rövid ciklusú, gyakorlatorientált képzési formát tud biztosítani, mely a szereplők számára nagyon kedvező feltételeket és kimeneti eredményeket adhat. Elmondhatom, hogy a résztvevő hallgatók eddigi visszajelzései nagyon pozitívak, magas színvonalúnak és egyedinek tartják a programot, mely a jövőbeli egyetemi képzési formába tökéletesen tud illeszkedni. A projekt következő fontos mérföldköve, hogy a Start program a teljes GAMF-karon megvalósítására kerüljön, további távlati cél az egész egyetemre történő kiterjesztése a képzésnek. Több száz óvis versengett a legjobb helyért az idei 26. óvi kupán. A Corvina óvoda által szervezett sportvetélkedő a rossz idő ellenére is jó hangulatban telt. Több száz apróság küzdött ma, hogy társaival együtt megnyerje az óvi kupát. 26. alkalommal rendezték meg a versenyt a Csokor utcai óvodában, ahova 15 intézményből érkeztek csoportok. Futás, ugrás, torna feladatok várták a vetélkedőn az apróságokat, akiknek közben a szórakozásból és a játékból is kijutott. A helyszínre látogató Jánosi István sportért felelős tanácsnok elmondta, örül, hogy a mozgás örömével ismerkedhet meg ezen a kupán is több száz gyermek. Mindez jól illeszkedik a város utánpótlás nevelési koncepciójával.
folyamatos fejlődésnek lehetünk tanúi, és hát valóban egyre komolyabb eredményeket érünk el, mind a felnőtt profi sport, mind az utánpótlás sport vonatkozásában. Ennek az az alapja, hogy évekkel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt elindult egy szisztematikus építkezés az utánpótlás területén, akár a kecskeméti sportiskolára gondolva, egyéb utánpótlás nevelő műhelyekre. De nem lehet elég korán kezdeni a sportolást. A tanácsnok hozzátette, fontos szeglete a sportos életmódra szoktatásnak az Úszó Nemzet program is, amelyben az óvodások szintén részt vehetnek. A 11-es számú választókörzet tanácsadó testülete 100 000 forinttal támogatta az idei óvi kupát. Lévai Jánosné, a körzet képviselője örömét fejezte ki, hogy az évtizedek óta megrendezett, ma már az egész várost felülelő sportvetélkedő töretlenül népszerű. Mint mondta, nem csak a testi, hanem a lelki egészségre is oda kell figyelni. Ezt már az óvodás korban el kell kezdeni. A Csokor utcai óvoda tornatermében a vidám megnyitót követően a versengésé volt a szerep, pihenésképpen pedig kézműves foglalkozás várta az óvisokat. Obbágy Tiborné, a szervező Korvina óvoda intézményvezetője elmondta, ennyi gyermek fogadását hónapokon keresztül kellett szervezni, de örül, hogy a verseny jó hangulatú lett idén is. Nyilván ez nem egy olyan verseny, ami annyira vérre megy, mindenki éremmel és jó tapasztalatokkal távozik. Az egészséges életmód részeként fontosnak tartjuk a mozgást már egészen kiskortól reklámozni. A rossz idő ellenére az eseményt az óvoda dolgozói gördülékenyen le tudták vezényelni úgy, hogy a több száz versenyző mindig a megfelelő helyszínen volt. Ezúttal 44.600 adag instant tésztát ajánlott fel a kecskeméti székhelyű Nishin Foods Kft. A nehéz helyzetben élők részére. Az adományt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délalföldi Regionális Központja juttatta el ma a pesti székhelyük telephelyére, ahonnan az elkövetkező hetekben fogják szétosztani a nélkülözők között. 44.600 darab instant tésztát pakoltak fel a Cargoport telephelyén a Weberers adományszállítón feliratú kamionjára ma délelőtt. Ezt a rengeteg tartós élelmiszert a kecskeméti székhelyű Nishin Foods Kft. Ajánlotta fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. A szervezet Délalföldi Regionális Központja vette át az adományt és szállította el ma pesti központjába. Lehet mondani, hogy ez a gondviselés által adott találkozás a Nishin Foods Kft., illetve a szeretetszolgálat között, mert hogy egy-egy megkeresésünkre a Nishin Foods óriási mennyiségű adomány felajánlásával válaszolt. A szeretetszolgálat intézményeiben országszerte naponta 15 000 emberről gondoskodik. Több száz településen segít például nehéz helyzetben élő családokat, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülőket, szenvedélybetegeket, hajléktalan és idős embereket. Rajtuk fognak segíteni ezzel az adománnyal. Minden egyes kormányzati régióban ennek megfelelően működik a szolgálatunk is. El fog jutni minden egyes régiós logisztikai központba a megfelelő adagszámú doboz tésztákkal együtt, azért, hogy az ott általunk szolgált ellátottakat, vagy akár rászorulókat, szükségben lévőket, legyenek azok idősek, fogyatékkal élők, gyermekek, nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek, családok átmeneti otthonában nevelkedők, vagy akár hajléktalanok, az ő ellátásokat tudjuk ezzel az adománnyal támogatni. A Nishin Foods Kft. Évente több alkalommal adományoz instant tésztát, amelyek szétosztásában valamely országos karitatív szervezet segít. Ezek a tészták néhány perc alatt forró vízzel elkészíthetők, finom meleg egytálételek, amelyekkel azonnali segítséget tudnak nyújtani a rászorulók élelmezésében. Ma reggel a Beruházó Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából kivágták a Katona József Gimnázium szomszédságában álló két fát. Az Izsáki úti beruházás kapcsán az ikonikus, nagyobb méretű tölgyet viszont sikerült megmentenie a városnak. Ma reggel két tölgyfát kivágott a beruházó társaság az Izsáki úti útépítés keretében a Katona József Gimnázium közelében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló útépítés miatt ugyanis azok útban voltak. A minisztérium korábban arról tájékoztatta a Kecskeméti Média Centrumot, hogy ott a buszöböl átalakítására kerül sor, oly módon, hogy két darab terelősziget kerül kiépítésre, és ezek védelmében lesz kialakítva ott a kétállásos busz megálló. Egy tölgyet ugyanakkor sikerült megmentenie a városnak. Mint arról a Kecskeméti Média Centrum korábban beszámolt, Szemereiné Pataki Klaudia polgármester kollégáival közösen tett javaslatot a beruházónak, hogy miképpen lehet elkerülni a fa kivágását.
Végül a feleknek sikerült megállapodniuk, amelynek köszönhetően a helyén marad a város ikonikus tölgyfája. Generóza, kék frankos rozé és cabernet franc borok lettek idén a vármegye legjobbjai. A Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által megszervezett borversenyen két borvidék 31 tételét bírálta a zsűri. Szakadatlan kóstolás kellett hozzá, de ma délutánra kiderült, hogy melyik italok kapják meg idén a megye bora címeket. A bírák délelőtt kezdtek hozzá, hogy a tételeket egymás után megkóstolják a borversenyen, amelyre összesen 31 nevezés érkezett. Ebből 12-12 fehér, illetve rozé, 7 pedig vörös kategóriában. A hajósbajai borvidékről 12 tételt, míg a kunsági borvidékről 19 tételt kóstoltak meg a bírák. A feltörekvő borász címre 17 nevezést küldtek be a szervezőknek, 5-12 arányban. A borbírálatnak a Weiron ebédlő és rendezvényház adott otthont. Bács-Kiskun vármegye önkormányzata közel egy évtizede szervezi a vármegye borversenyét, ahol a szakavatott bírálók választják ki minden évben a vármegye legjobb fehér, rozé és vörös borait. A délutáni eredményhirdetésen Szabó Attila, a MATE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti kutatóállomásának vezetője mutatta be a győzteseket. A Bács-Kiskun vármegye fehér bora címet a Gedeon birtok generózája érdemelte ki. A vármegye legjobb rozébora a Damox Kft. Kék frankos rozéja lett, míg a bírák szerint a Koch borászat Cabernet Francja lett a legjobb vörös bor. A Bács-Kiskun vármegye feltörekvő borásza címet Kner Istvánnak ítélték oda. A borbírálatról hosszabb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban. Még a vártnál is nagyobb lett az érdeklődés az új vármegye és országbérletek iránt. Bács-Kiskun vármegyében már május első napjaiban is több ezren utaztak ezzel a típusú bérlettel. Már május 5-én elkelt a 200 ezredik darab is a MÁV Volán csoport új típusú bérleteiből. A Bács-Kiskun vármegyei bérletekből már több mint 6000 darabot értékesítettek. A május 1-e óta szinte minden helyközi vonat és buszjáraton használható bérletek negyede országbérlet volt, a többi pedig a vármegyék között oszlott meg. Ez is igazolja, hogy jó döntés volt a kombinált regionális bérletek kialakítása. A vármegye bérletek kétharmada teljes áru, azaz a felnőtt lakosság körében a legnépszerűbbek. A Katona József Gimnázium 33 diákjának több mint 40 különleges alkotása látható tegnap délutántól a Hírös Agóra ifjúsági otthon diák galériájában. Aki megtekinti a május 30-áig látható tárlatot, csodát lát. Aki ott volt a megnyitón, még ennél is többet kapott, egy kulturális minifesztivált. A Katona József Gimnázium diákjainak képzőművészeti kiállítás megnyitóját tartották tegnap délután a Híres Agóra ifjúsági otthonban. Ez már a negyedik katonásárt volt a sorban, és ahogy azt megszokhattuk, a Szabó Nóra festőművész, az iskola képzőművész tanára által megálmodott és megvalósított esemény most is sokkal több volt egy kiállítás megnyitónál. Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója köszöntőjében kiemelte, ez a csodálatos kiállítás nagyon jól illeszkedik abba, amit az iskola képvisel. A Katona nem művészeti, hanem tehetséggondozó iskola, és ez a kiállító teremben látható alkotások mellett az eseményen fellépő énekesek, táncosok, zenészek színes műsorában is megnyilvánult. A kiállítást Szabó Nóra mutatta be a közönségnek. Elmondta, a 8. évfolyamtól a 12. évfolyamig 33 diák több mint 40 alkotása látható. A tárlat tematikája kötetlen, tanítványai bemutatják, mi az, ami az utóbbi hónapokban, évben inspirálta őket. A művésztanár kiemelte, a kiállított munkák technikailag is nagyon változatos módon vannak elkészítve. Az alkotások döntő többsége az iskolai szakkör, illetve fakultáció keretén belül előre kitalált, közösen megtervezett koncepció alapján jöttek létre. A kiállítás május 30-áig látható a Híres Agóra ifjúsági otthon diák galériájában. A megnyitóról és a kiállításról bővebben a ma esti kiemelő magazinumban számolunk be. Pénteken a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét számára megkezdődik a 7. helyért folyó párharc a rájátszásban a Sopron ellen. Vasárnap pedig már rögtön jön a 2. felvonás a Messzi István sportcsarnokban. A kecskeméti férfi kosárlabdázók most is győzelmi szándékkal utaznak el a megmérettetésre, de emellett más fontos szempontok is szerepelnek a szakmai stáb terveiben. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a Szolnok elleni párharcban vereséget szenvedtünk, nincs okunk szégyenkezni, nyilatkozta Forrai Gábor vezetőedző.
Most a Sopronra kell már készülnünk, velük folyik majd a küzdelem a 7. helyért. Keretünkben nem várható változás. A Sopron egy erős csapat továbbra is, a távozóik ellenére. Bízom a csapatban és a sikerben, továbbá szurkolóinkban, hogy az utolsó meccsen is ott lesznek mellettünk, tette hozzá a tréner. Pénteken tehát 19 órakor játszik a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét a soproniak ellen. A párharc az egyik csapat két győzelméig tart. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Új innovatív képzési program indult el a Neumann János Egyetemen. Az oktatási intézmény ma három partnerrel kötött megállapodást, mely lehetővé teszi a hallgatók, egyetem és a cégek közötti még szorosabb kapcsolat kialakítását. Több száz ovi is versengett az idei 26. Ovi Kupán. A Corvina óvoda által szervezett sportvetélkedőre 15 intézményből érkeztek a csoportok. 44.600 adag instant tésztát ajánlott fel a kecskeméti székhelyi Nissin Foods Kft. A nehéz helyzetben élők részére. Az adományt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Központja juttatta el ma a pesti székhelyük telephelyére. Generóza, kék frankos rozé és cabernet frank borok lettek idén a vármegye legjobbjai. A Bács-Kiskun vármegye önkormányzat által megszervezett borversenyen két borvidék 31 tételét bírálta a zsűri. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő főszervezője, akivel a hétvégén kezdődő programsorozatról beszélgetünk. Ezt követően megmutatjuk, milyen különleges kiállítást készítettek a Katona József Gimnázium diákjai, végezetül pedig betekintést nyerhetnek a vármegye legjobb boraiba. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 36 perckor, 22 óra 15 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 12 fokot, napközben 18 fokot mérhetünk. Pénteken gomoly felhős napos idő lesz a jellemző. Helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Az északi-északkeleti szél néha megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 15. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkülhet. A minimum hőmérséklet 12 és 16. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható majd. Jó estét kívánok, ez itt már a kiemelő. Jubileumi dátumhoz érkezett a Muzsikál az Erdő programsorozat. Mai magazinunkban először Szabó Lajossal, a rendezvény főszervezőjével beszélgetünk a most hétvégén tartandó programokról. Ezt követően megmutatjuk, milyen különleges kiállítást készítettek a Katona József Gimnázium diákjai. Tegnap nyílt meg ugyanis 4. alkalommal a Katonás Árt kiállítás. Végezetül pedig betekintést nyerhetnek a vármegye legjobb boraiba, és hogy kik a legjobb feltörekvő borászok. Már is kezdünk. Jubilál idén a Muzsikál az Erdő programsorozat.
Most ünnepli ugyanis megalakulásának 20. évét. Május 20-án a kecskeméti Nyíri erdőben, 21-én pedig Lakitelek Tőserdőn folytatódik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Vendégünk Szabó Lajos erdőmérnök, a programsorozat főszervezője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Hogyan indult el annak idején ez a program? Milyen személyes kötődése van erdőmérnökként a zenéhez? Ez 2004-ben indult útjára a rendezvény sorozat, abban az évben volt az első rendezvény. Akkor abban az időben én ott egy erdészet igazgatói pozíciót töltöttem be egy államerdészetnél, a Mátra északi oldalában, Nógrád megyében. És zenakadémistákkal is többek között kapcsolatba kerültem. Erdőiskolát is hoztunk létre ott az erdészet területén, tehát a fenntarthatóságra nevelés gondolata az már a mindennapjaink része volt. És igazándiból ezekből a kapcsolatokból lépett elő a Muzsikál az Erdő megszervezésének a gondolata. És nagyon fontos, hogy itt az erdő az nem pusztán a rendezvény, egy ilyen rendezvénynek a helyszíne, hanem összekapcsolódik a zenével és tematikusan is. És hát a fenntarthatóság is, ami elsődleges cél volt a programsorozat elindításakor, ez mennyire látszik aztán megvalósulni? Mik az eddigi tapasztalatok? Hát amikor megfogalmaztuk a Muzsikál az Erdő rendezvénysorozatnak a küldetését, céljait, ezek között tényleg kiemelt volt az, hogy fenntartható életmód irányába fordítsuk az erdő és a zene erejével a rendezvényre érkezőket. Hozzá kell tennem, hogy 20 év eltelt, de az a feladat, ha lehet azt mondani, még nagyobb, mint akkor volt. Tehát a mai világon is tetten érhetők azok a környezeti problémák, fenntarthatósági klímaválság, amely beárnyékolja úgy gondolom az életünket, és igenis a mindennapjainkban változtatni kell az életünkön, és a Muzsikál az Erdő is többek között erre hívja fel a figyelmet, az erdő, a zene, a művészetek segítségével. Főként kik látogatnak ki ezekre a programokra? Hát mindenki, aki szereti az erdőt, a természetet, és szereti a jó zenét, a minőségi zenét, legyen ez klasszikus zene, vagy éppen népzene, és aki egy kicsit ebben a mindennapi taposomalomban elfárad, és szeretne feltöltődni. Családokra számítunk, igazándiból nagyon változatos, komplex programot kínálunk, a család aprajának is, illetve az idősebb korosztálynak is. 20-án szombaton 10 órakor kezdődik a program a Nyíri erdőben. Engedjünk egy kis betekintést abba a napba. Igen, ennek a napnak is egy hagyományos Muzsikál az Erdős íve van, amikor megérkeznek majd az Nyíri erdő hatalmas fehér nyárfái közé. Információs pont is, rengeteg gyerekprogram, helyi termékesek, kirakodóvásár, a város civil szervezetei is bemutatkoznak többek között ezen a fogadótéren. És kiállítások is lesznek majd ott a helyszínen a Muzsikál az Erdő tavalyi gyerekrajzpályázatának, illetve fotópályázatának a nyertes képeiből készítettünk kiállítást, illetve vadászfotósok képeiből is készült kiállítás. Természetesen a szakvezetéses erdei séták is lesznek, ezek nem maradhatnak el, hiszen nagyon fontos, hogy az odaérkezők egy kicsit áthangolódjanak a természet ritmusára, és megismerkedjenek az erdei életközösség minél több alkotó részével, nem csak azokkal a gyönyörű kocsányos tölgyekkel, szilfákkal, hanem az apróbb élőlényekkel is, és az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodás gondolataival is, és természetesen ezeknek a sétáknak a vége egy csodálatos erdei teátrumban fog majd véget érni, ahol az erdei koncert kezdődik. Milyen zenei élményekben lesz része az odalátogatóknak? Hát én úgy gondolom, hogy sokan ismerik a Kodály iskola büszkeségét, a Kecskeméti Kodály iskola büszkeségét, az Aurin lánykart. Durányik László Karnagy úr vezetésével ők indítják majd az erdei koncertet. A Mátyás Király citera zenekar
lesz a következő, aki hát nyilván fergeteges népzenei élményeket fog majd nyújtani számunkra a Millenniumi Hásfakörben, és hát a Kecskemét táncegyüttes is jelen lesz majd. Azt hiszem, hogy a nap egyik csúcs eseménye az erdei koncert szempontjából a Szirtes Erina Mókusnak a Muzsikál az Erdős debütálása lesz, hiszen ő most jön először a Muzsikál az Erdőre. Alig várja már, hogy ide érjen, hiszen a Muzsikál az Erdő mindig egy kis extrémitást is jelent a fellépőknek, és hát Erina nagyon szereti a kihívásokat, úgyhogy mi is alig várjuk, hogy hallhassuk majd őt. Igazán fergeteges, improvizatív hegedű muzsikája van. A kecskemétiek talán jobban ismerik, mint más térségben, hiszen annyit tudni kell róla, hogy ő kecskeméti származású, ő Kodály iskolába járt. A program aztán vasárnap folytatódik, Lakitelek Tőserdőn, pontosan hol? Igen, Lakitelek Tőserdőn a Holtisza partjához kell kimenni. Nem, ott a hagyományos nyírt füves rendezvénytérben leszünk, hanem egy kicsit attól jobbkész fele, bent, hatalmas kocsányos tölgyek, és magyar köriseknek az árnyékába húzódik be a rendezvény, és természetesen ott is rengeteg gyerekprogram lesz, erdei koncert, erdei séta, és hát ez egy különleges esemény, ami még eddig nem volt. Dr. Agós Gergely, a Hagyományok Házának a kiemelkedő személyisége fog egy előadást tartani, mégpedig a magyar népzenei kutatásairól. Tudni kell róla, hogy az elmúlt évtizedben ő rengeteget kutatott a Kaukázus térségében. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas előadás lesz, és ezt most először fogja elmondani. Az előadásokon túl pedig mindkét helyszínen kézműves programok is várják a gyerekeket, felnőtteket. Igen, kézműves programok, és természetesen bábszínház, a Ciroka Bábszínház is kint lesz a Nyíri Erdőben, és természetesen a Tőserdőben is változatos gyerekprogramok lesznek, kézműves gyerekprogramok, interaktív fenntarthatóságra nevelő programok, akvarelfestés és egyéb ilyen különlegességek is lesznek. Lesz-e valamilyen különleges ünneplés a 20 év kapcsán? A 20 év kapcsán igazándiból ünnepi az egész éves rendezvénysorozat. Idén 4 térségben szervezünk Muzsikál az Erdőt, és ünnepeljük a 20 évet. Ez most a Hírosváros térség a második rendezvény. A legnagyobb ünneplés az a Mátrában lesz, de természetesen itt is majd megemlékezünk azokról, akik az elmúlt 20 évben nagyon sokat segítettek a Muzsikál az Erdő létrejöttében, segítették azt a Muzsikál az Erdős összefogást, aminek eredményeként létrejöhetett maga a Muzsikál az Erdő. Kifelejtettem a kecskeméti szimfonikusoknak a formációját, akik most rendhagyóan nem a Nyíri Erdőbe fognak föllépni, hanem Lakitelek Tőserdőn. Holokői Huba lesz a formációnak a művészeti vezetője egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és gratulálok az évfordulóhoz, és aki teheti, szombaton, illetve vasárnap is látogasson ki a Muzsikál az Erdő rendezvényeire, amelynek a programjáról a honlapján, ugye a Muzsikál az Erdő honlapján is lehet tájékozódni, illetve Kecskemétváros honlapján is. Igen, Jó, igen. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, hogy eljött. Színes minifesztivál keretében nyílt meg tegnap délután a 4. Katonás Árt a Hírös Agóra ifjúsági otthonban. A Katona József Gimnázium 33 tanulójának több mint 40 különleges alkotása a hónap végéig látható a Diák Galériában. Csordultig telt érteklődőkkel a Kecskeméti ifjúsági otthon tükörterme, ahol a 4. Katonás Árt megnyitóját tartották. Ahogy az már lenni szokott, a katonás képzőművészek tárlata idén is a Diák Galériában kapott helyet, de a nyitó esemény olyan színes és annyi embert vonzott, amennyi csak a hatalmas teremben fért el. De mi a titka annak, hogy a gimnázium ennyi alkotót és színvonalas alkotást tud felvonultatni?
Szabó Nórának hívják, festőművészként diplomázott, és a Katona József Gimnázium képzőművész tanára. Én azt gondolom, hogy tényleg zseniális, hogy egy nem művészeti szakközépiskola ilyen színvonalú munkákat tud létrehozni. Majdhogy nem a 80%-a nem ilyen irányba megy tovább, de az életüknek minden percét, vagy nagy részét kitölti az alkotás szeretete öröme. Úgyhogy borzasztóan büszke vagyok a diákjaimra, arra, hogy hétről hétre ilyeneket létre tudunk hozni együtt. Ugye fakultáció, tehát emelt rajz, illetve szakkör keretein belül jönnek létre ezek a munkák. Nyilván van, amit otthon fejeznek be a diákjaim. Ebben az évben rengeteg nagy eredményt hoztak, akár országos középiskolai második helyezett, fotópályázat, OKTV-n is nagyon szép eredményeket értünk el, illetve rengeteg országos pályázaton is első, második, harmadik díjat elhoztuk, úgyhogy nagyon ambiciózusak, nagyon szeretnek alkotni, rengeteg zseniális ötletük van, úgyhogy öröm velük minden együtt töltött perc. A közös munka örömét pedig Salánki Villő is megerősíti, akinek 3D-s fonalmakettje látható a kiállításon. Elmondta, mindig is érdekelte a képzőművészet, különösen a 3D, de akkor kezdett ezzel tudatosan foglalkozni, amikor 7. osztályos korában Szabó Nóra tanítványa lett. Mindkét félnek konkrét elképzelései szoktak lenni, és ezeket kell összeegyeztetni valahogyan. Általában simán szokott menni egyébként. Én mindig jó ötletnek tartom, amiket Nóra tanárnő tanácsol, és általában ő is értékeli azokat, amiket én mondok. Szóval nagyjából így elkezdem az alkotást, csinálok rengeteg sok vázlatot, és akkor papírra vetem utána, és nagyjából néha belejavít, de ez kevésszer szokott jönni, szóval igazából ennyi, egy pár óra alatt kész is van egy mű. A tárlaton a 8-tól 12. évfolyamig 33 katonás diák több mint 40 munkája látható. A látogatók az alkotásokon keresztül betekintést nyernek abba a lelkes munkába, ami a tanév során zajlott. Szeptembertől gondolkodunk mi azon, hogy kinek milyen művét tudjuk ide kiállítani, tehát ők ezen rengeteget dolgoznak, gondolkodnak együtt velem. Tudják, hogy ez az évnek egy ilyen nagy attrakciója. Nagyon sokrétű, tehát itt most gyakorlatilag föl tudnám sorolni a repertoárt, vannak grafikák, festmények, illusztrációk, mindenféle megjelenik, de mégis amikor is találom együtt, fölrakjuk a gyerekekkel, akkor valahogy úgy egyként dobok, de nyilván azért, mert nekem azért érzelmi kötődésem van majdnem minden műhöz, láttam őket készítés közben, meg láttam, hogy hova fejlődött az adott diák, úgyhogy szerintem, aki meglátogatja ezt a kiállítást és körbejárja, meg fogja találni a neki legszimpatikusabbat. Szabó Nóra, aki már 4. éve szervezője lelke és motorja a katonásártnak, kiemelte, a művészet szeretete jelen van az iskolában, nem csak a képzőművészet, hanem tánc, a zene, vagy akár az irodalmi műfajok tekintetében is. Ennek pedig ékes bizonyítéka a gimnázium tanulóinak műsora, melynek köszönhetően egy minifesztiválba csöppentek a résztvevők. Tanár és tanítványai egymást inspirálják, a közös munka hatására mindenki fejlődik. Végül akár ezt a pályát választják, akár más irányba indulnak, az itt tanultak végig kísérik őket életük során. Engem Orosz István alkotásai iklettek meg nagyon, aki ugye a Katona Gimnáziumba járt és Kecskeméten született, úgyhogy így nagy kötődése van mindenhez. És hát én lovakat rajzoltam, ami pedig hozzám kötődik nagyon, mivel én egészen kicsi korom óta lovagölök, és a nagyszüleimnek egy farmja is van, ahol lovaink vannak. Mindig is érdekelt a rajzolás, meg a művészetek, de 7. osztálytól ugye Szabó Nóra tanárnő tanított, és ő vezetett be így a művészet világába, és hozzákezdtem először szakkörre járni, aztán faktra. És akkor most hova jutottál ez az egésszel? Én a BMR-re szeretnék formatervező mérnöknek menni, és ebben benne van így a matematika is, és a rajz is egyben. Ahogy Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója mondta, a kiállításon látható művészeti alkotások szórakoztatóak és visszatükrözik azt a sokszínűséget, ami a katonás diákok közösségére a mindennapokban is jellemző.
Ezt a pedagógusok és a szülők nagyon jól ismerik, most pedig mások számára is látható, milyen értékes diákok tanulnak az intézményben. A Katonás Árt május 30-áig látható a Diák Galériában. Generóza, Kék Frankos Rozé és Cabernet Franc borok lettek idén a vármegye legjobbjai. A kiválasztott borok méltó képviselői lehetnek a vármegyének és a vármegyei borászatoknak, így egy emblémán is hirdethetik majd a megtisztelő címeket. Két borvidék borait kellett ma végig kóstolnia a zsűrinek Bács-Kiskun vármegye önkormányzatának borversenyén. A vármegye bora és a vármegye feltörekvő borásza címekért 31 tétel versengett. A zsűrinek természetesen nehéz dolga volt, főleg, hogy az alapszabály szerint olyan borokat nevezhettek a versenyre, amelyek már valamilyen megmérettetésen aranyérmet kaptak. Végül 12-12 fehér, illetve rozé és 7 vörös bor nevezés érkezett be. Az idei évben azt mondhatjuk el, hogy picit főleg a fehérek és a rozék esetében picit rányomta az évjárat a hatását ezekre a borokra. A vörösek esetében sokkal inkább érvényesült az, ami az érleltségre és a korábbi éveknek a mondjuk évjáratára volt jellemző. A 2023. évi választásunk a fehér borok esetében a Gedeon birtoknak a Generóza borára esett, és ez a vármegye bora, amelyik képviseli majd a vármegyét. A rozéborok esetében a Damax Kft.-nek a Kék Frankosa volt az, amelyik a zsűri által legjobban elnyerte a tetszést, és a következő évben ez fogja majd a vármegyét képviselni. És a vörösborok esetében pedig a Kokborászatnak a Cabernet Franc-ja 2021-ből volt az, amelyik kiválasztásra került, és ez lesz az a bor, amelyik érdemes lesz arra, hogy a következő évben a vármegye majd esetleg ajándékként vagy bemutatás szerűen bemutassa. A délutáni eredményhirdetésen Szabó Attila, a MATE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutatóállomásának vezetője mutatta be a győzteseket. A fehér borok esetében a Generóza, amelyik erősen kötődik most már egyre inkább a telepített területnagyság miatt is, és egyébként a hagyományai, vagy pedig a nemesítési eredményei miatt is a kunsági borvidékhez. Ezért volt egy fontos dolog, hogy képviselje ezt a térséget mondjuk ez a bor. A Kék Frankos esetében ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez a rozéborok esetében szintén egy nagyon fontos alapanyag szokott lenni, tehát mi úgy ítéltük meg, hogy ez kellőképpen fogja ezt az évjáratot és ezt a térséget szintén képviselni. És a vörösborok esetében ugye olyan nagy hagyománnyal rendelkező pincészet volt az, amelyik ezt a díjat elnyerte, amelyik egy világfajta esetében, tehát a Cabernet esetében is olyan minőséget tudott produkálni, amelyik erre alkalmassá tette a termékét. A hajósbajai borvidékről 12 tételt, míg a kunsági borvidékről 19 tételt kóstoltak meg a bírák. Jó 20 éve tartja meg a megyei önkormányzat a legjobb borok kiválasztását a megyéből, és nyilvánvaló az, hogy ez a megye nem csak területében a legnagyobb az országban, hanem a szőlőtermelésben, ebből adódóan a bor készítésben is élen jár, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a megyei önkormányzat számára is, hogy a vármegyénkben most már megtermelt boroknak minél nagyobb hírverést adjunk mi is, de hozzáteszem, hogy rengeteg aranyérmet nyernek az országos, sőt a nemzetközi borversenyeken is a megyei borok. Bizonyos értelemben a versenyen nem csak a borok, hanem a borászok is versenyeztek. A feltörekvő borász címre 17 nevezést küldtek be a szervezőknek. Hogy ne csak a fehér, rozé és vörösbor kategóriák legyenek, hanem az újakat is serkentsük, ezért a feltörekvő borász kategóriát is most már néhány éve meghirdettük, és egy fiatalnak adunk lehetőséget is, hiszen a vármegyei kapcsolatok külföldre például kiutazni, szakmai tapasztalatot szerezni, úgyhogy ez egy különleges lehetőség a feltörekvő borászok számára is, legyen utánpótlás. Tehát ezzel is azt szeretnénk elérni. A Bács-Kiskun vármegye feltörekvő borásza címet Kner Istvánnak ítélték oda. A díjazott borok nem csak a megyei önkormányzat média felületein kapnak bemutatást, a testvérmegyéknek, városoknak, vendégdelegációknak szánt ajándékokat ezektől a borászatoktól szerzi majd be az önkormányzat.
ellátjuk őket egy emblémával, természetesen díjtalanul, amelyet föltehetnek az üvegekre, amely rajta van, hogy a Bács-Kiskun legjobb vörös, rozé, illetve fehérbora, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy az összes rendezvényünkön megjelenjenek, és elmondhassák, hogy is készült ez a bor, amelyet a zsűri a legjobbnak választott. A díjakat június 3-án Nemesnád udvaron adják majd át a nyerteseknek a 8. vadgasztronómiai fesztiválon a Minapunk című rendezvény keretében. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Új innovatív képzési program indult el a Neumann János Egyetemen. Az oktatási intézmény ma 3 partnerrel kötött megállapodást, mely lehetővé teszi a hallgatók, egyetem és a cégek közötti még szorosabb kapcsolat kialakítását. Több százav is versengett az idei 26. Ovi Kupán. A Corvina óvoda által szervezett sportvetélkedőre 15 intézményből érkeztek a csoportok. 44.600 adag instant tésztát ajánlott fel a kecskeméti székhelyi Nissin Foods Kft. A nehéz helyzetben élők részére. Az adományt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Központja juttatta el ma a pesti székhelyük telephelyére. Generóza, kékfrankos rozé és Cabernet Franc borok lettek idén a vármegye legjobbjai. A Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által megszervezett borversenyen két borvidék 31 tételét bírálta a zsűri. A Katona József Gimnázium 33 diákjának több mint 40 különleges alkotása látható tegnap délutántól a Jírös Agora Ifjúsági Otthon Diák Galériájában. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!